Srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban, amiben be fogom mutatni nektek, és próbálom elmagyarázni nektek azt, hogy mi az az Eternal Land a játékban, mi a célja, hogyan működik, illetőlegesen egy kommentelő meg is kérdezte, hogy itt az Eternal Landben ugye az egyik fizető eszköz, az egészen konkrétan micsoda, és hogy nemet csinálnék róla egy videót, úgyhogy neked nagyon szépen köszönöm a kommentelet, ismertetem megint egy kommentelőnek, hála, tudok csinálni nektek egy videót, én is mostanában eléggé kifogytam a videó ötletekből, hogy miről is lehetne, bár egyébként fun fact, mostantól egyébként most már YouTube-on streamelgetek, átálltam Twitch-ről egy bizonyos indok miatt, és streamekben is egyébként elég sokan adtok videó ötleteket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tényleg nagyon sokat segítetek nekem így a videós munkásságom terén. Úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele, hogy mi is az az Eternal Land, hogyan működik, illetve hogy mi a célja. Az Eternal Land egy különleges hely a Once Human játékban, ahol a játékosok kreatív építési projekteket valósíthatnak meg. Emellett ez a hely szolgál a szezonális teljesítmények, valuták és feloldások tárolására. Lássuk, mit várhatunk az Eternal Land funkcióitól. Az Eternal Land feloldása. Az Eternal Land funkció feloldásához a játékosoknak előre kell haladniuk a fő történetben, és teljesíteniük kell a Realm of Nightmares küldetést az Iron Reverse-ben. Ez egy szint 20 pluszos küldetés, ami néhány órányi történetnyi előre haladást igényel. Alternatív módon, ha elérik a 20 szintet a játékosok, automatikusan megjelenik a küldetés az Eternal Land eléréséhez. Az Eternal Land egy szezonokon kívüli és közötti hely, ahol a játékosok végtelen struktúrákat építhetnek és tárolhatják a szezonok közötti felfedezéseiket. Ez egy kreatív mód építőknek, amely lehetővé teszi a különböző építési projektek kipróbálását. Az építményeket tervezként elmenthetjük és a következő szezonban újra felhasználhatjuk. Az Eternal Landben korábban megszerzett tárgyak, fegyverek, lőszerek és anyagok is tárolhatók. A játékosok által összegyűjtött valuták is átvehetők a szezonok között, például a Starchorm és a kereskedői valuták NPC-k településein. Az Astral Sand az Eternal Land speciális valutája, amellyel a játékosok erőforrásokat vásárolhatnak, mint például üzemanyag, víz és más gazdálkodási szükségletek. Ezeket az erőforrásokat átvehetjük a szezonokban. Az Eternal Land menüben a játékosok szabályozhatják a szigetük engedélyeit és beállításait, valamint PvP és túlélési beállításokat is módosíthatnak. Szóval akkor srácok, lányok, térjünk is ki a legalapabb dolgokra. Az F8-al tudod megnyitni az Eternal Landes menüt, ahol tudsz vásárolni, illetőlegesen eladni. A vásárlásnál értelemszerűen neked ebből az Astral Sandből, tehát ez itt a fizető eszköz, ebből tudsz vásárolni dolgokat, ez lehet horgászbot, lehet bét, bármi, amit szeretnél, illetőlegesen tudsz venni fákat, köveket, amit csak szeretnél, illetőlegesen tudsz eladni a már játékból, tehát nem az Eternal Landen, hanem már a játékból megszerzett dolgokat is el tudod adni, amire esetlegesen nincsen szükséged, de például ott van az inventoridban, mint például ezekből az állatokból, vagy hát ugye deviánsokból, ugye nagyon sok darab van nekem, ennek egy darabja 500-at ér, úgyhogy akár ezeket is itt el lehet adni. Illetőlegesen itt az Eternal Landes dolgokat is el tudod adni, amit itt szereztél. Nagyon fontos az is, hogyha a játékban építetek, tehát az Eternal Landen, ha valamit ti itt csináltok, vagy építetek, az azt jelenti, hogy ez is Eternal currency-be kerül, azaz ebbe az Astral Sandbe. Tehát bármit építetek, mutatni is fogja, hogy ez mennyibe kerül. A kutyaugatásért szóli, mint azt már megszokhattátok, az én kutyáim mindig akkor ugatnak, amikor videót veszek fel, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem nagyon tudok mit csinálni sajnos. Fát vágni, illetve mindent elvileg ugyanúgy lehet, mondjuk itt aztán pont nem, valamiért nem engedni, akkor ezt visszaszívom, azt nem lehet. Viszont építeni ugyanúgy, ja mert jó, buta vagyok, bocsánat. Tehát nem kell itt fát vágni, meg követ se vágni, meg semmit, ugyanis ugye, mint mondtam, ebbe az Astral Sense-be kerül. Úgyhogy igazság szerint az F8-ait tudtok vásárolgatni, illetve eladni, hogy szerezzetek Astral Sense-et. Illetőlegesen, hogyha megnyomjátok az F7-es gombot, itt vannak a világbeállítások, ha be tudjátok állítani,
hogy ki tud csatlakozni, kóddal tud-e csatlakozni, milyen legyen a vedőr, ugye nálam most esős és este van, be tudtok állítani kombatot, hogy legyenek fegyverek, járművek, életerő, energia, szomjazás, szeníti ezeket, hogy be tudjátok állítani, hogy szomjazzon, éhezzen a karakter, stb. Illetőlegesen itt meg tudtok hívni embereket a high-ból, a barátristáról, vagy akár cross-serverről is. Be tudjátok állítani külön játékosonként, hogy ki mit tud használni az adott területeden. A videóban elfelejtettem egyébként bemutatni nektek, de akkor ugye a videó végére bevágom, és bocsánatot is kérek, hogy egy kicsit így ennyire keszekusza lett a vége. Hogyan tudtok csatlakozni az Eternal Landre? Nincs más dolgotok, mint itt a menüben, mielőtt rányomtok, hogy Enter Game, vagy kiválasztatok egy szervert, ugye már mint a videóban elmondtam, hogy hogyan tudjátok feloldani az Eternal Landet. Ilyenkor nincs más dolgotok, mint itt az Enter Game alatt rákattintani az Eternal Land opcióra. Itt kapni fogtok egy küldetést az Eternal Landre, hogyha azt megcsináljátok, onnantól kezdve igazából szabadon azt építetek, amit akartok, és minden funkció, amit a videóban említettem, lehetőségetekre fog állni. Úgyhogy srácok, lányok, menjünk is vissza a videóra, csak ez gyorsan be akartam vágni nektek. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, szokásosan dobjatok egy lájkot, ez nekem egy visszajelzés, hogy tetszik a tartalom, és szeretnétek még hasonló videókat. A kommentet pedig szintúgy nagyon szépen köszönöm, neked hála megint tudtam csinálni egy videót, viszonyatosan hálás vagyok nektek, hogy sikerült egy olyan közösséget kialakítani így a játék körül, aki folyamatosan újabb és újabb ötletekkel lát el, itt tudok nektek tartalmakat gyártani, illetve tudok nektek segíteni, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien feliratkoztatok és lájkoltátok a videóimat, a YouTube csatornám kellőképpen egy jobb statisztikát mutat, úgyhogy srácok, lányok, csak így tovább, nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, igyekszek mindig újabb tartalmakat és videókat csinálni nektek a kéréseitek alapján, illetve ha a játékban találok valami újdonságot vagy új dolog érkezik, arról is igyekszek minél hamarabb nektek kontentet gyártani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!